Sziasztok, én Viccelek vagyok, és mely különleges videóval érkeztem. Tehát most, mint láthatjátok, leverbotozni fogunk egy kicsit, viszont még azelőtt, hogy a videót elkezdeném, elárulok nektek egy kisebb háttérsztorit. Szóval még kb. Negyedikesek lehetünk, amikor az egész dolog így elterjedt, és így mindenki így megismerte. És hát nyilván még kisebbek voltunk, nem voltunk túlságosan okosak, és nem tudtuk, hogy ez az egész most hogy működik pontosan, és nem tudtuk, hogy ez most egy gép, aki nekünk válaszolgat, esetleg egy igazi ember, esetleg valakinek ez a munka egy valakinek visszairogat így 0-24-be. Úgyhogy ez mindig is egy ilyen érdekes dolog volt nekünk, nem tudtuk, ez most hogy működik, de azért kíváncsiságból mindig használtuk. Tudát nyilván még kisebbek voltunk, nem tudtuk, hogy működik a világ. Most viszont egy jó pár év múlva, azért tényleg sok idő eltelt már, végre rájöttem, hogy ez nyilván nem egy gép, hanem egy igazi ember, aki válaszolgat, vagy akinek ez a munkája, hogy reggel 8-tól délután 4-ig hülye kérdésekre válaszol. Na jó, még mielőtt bárki is ezt komolyan venné, tudom, hogy egy gép válaszolgat nekünk, és éppen ezért is egyébként vicces látni, hogy milyen reakciókat kapunk bizonyos kérdésekre, úgyhogy szerintem akkor kezdjünk is bele, megmutatom neked, hogyan beszélgetnek a profik interneten. Első és legfontosabb egy köszönés, amit lehetőleg helytelenül kell beírni, viszont sajnos most angolul válaszolt vissza, úgyhogy megpróbáljuk ezt most még egyszer, hát most már magyarok leszünk, nem, még mindig nem lettünk magyarok, hát akkor szerintem térjünk át az egyszerűbbik lehetőségre és kérdezzük meg azt, hogy Mizu. Semmi, veled? Ó, vissza is kérdez, kíváncsiskodik, hát minden rendben van, köszi, hogy kérdezed. Igen, egyébként úgy érzem, most a beszélgetés egy kicsit megállt, ha-ha-ha, jó. Úgyhogy szerintem dobjunk is be egy új témát, lássuk, mikor a tervei mára. Játszok a barátommal. És mit fogtok játszani? Örülni. Ezt most nem igazán értem. Most nem tudom, hogy ez a smiley zavart el meg, vagy csak simán ilyen ez az egész dolog. Hát akkor kérdezzük meg, hogy hogy telt a hétvégéd. Egyszerű kis kérdés. Nagyon jól, és még kacsintott is. Kiderítjük most, hogy miket csinált. Mi? Ja nem mi, csak te. Kicsit azért zavarjuk össze. Oks. Igen, egyébként úgy érzem, megint egy kicsikét kezd kihalni ez a beszélgetés, úgyhogy akkor szerintem dobjunk is be egy új témát. Nem vagy éhes? Nem. Lány vagyok. Ez most hogy jöttem úgy ide? Azért nem éhes, mert lány. Mi is itt az összefüggés most? Azért nem vagy éhes, mert lány vagy. Erre most egy kíváncsi vagyok, mit fogsz. Igen, nem vagyok az. Jó, hát akkor megtudtuk ma, hogy a lányok nem esznek. Érdekes. És sosem szoktál enni? Én szoktam enni. De akkor most miért mondtad azt az előbb, hogy nem? Akkor csak ritkán eszel? Csá. Ennyi volt a beszélgetés. Ja, akkor csak ritkán eszel? Csá. Jó, hát akkor... Hát akkor szerintem én megyek is. Hát valamiért egyébként úgy érzem, hogy nem akar a kajáról beszélgetni. Úgyhogy akkor inkább térjünk át egy másik témára. Nem vagy szomjas? Egyszerű kis kérdés. De, hoppá, rögtön szomjas lett. Na akkor ezt figyeljétek, most az ultimate felkérés. Elmenjünk inni valamit. Az enni vagy inni? Ilyenkor el kell játszani, nyugodtak vagyunk, és egyszerűen csak azt mondjuk, amihez kedved van. Jó, hát akkor meglátjuk, hogy te mit szeretnél, hoppá, visszadobja a labdát, hát akkor mi fogjuk eldönteni? Hát srácok, hát igen, úgy érzem, jött az ideje, a visszautasíthatatlan ajánlat, el is küldjük. Szerintem, micsoda? Srácok, visszautasított egy gép. Jó, hát akkor nem adjuk fel, megpróbálkozunk vele még egyszer. Mást akarsz inni esetleg? Hát, ha csak ez volt a probléma, kafét? Kávét? Kicsi Lego. Most mi ez komolyan? Már kb. 10 éve működik ez a Cleverbot, és még mindig csak ennyit tud. Most ezt egyébként elmerem képzelni, milyen lenne, hogy tényleg így beszélgetnénk valakivel az interneten. Azt a mindenit! Jó, de akkor elmegyünk inni? Menjél! Cleverbot Savage. Hú, hát ez teljesen berektel. Srácok, hát szét lettem rektelve. Na de most miért vagy ilyen gangster? Azt el is írtam, mert az vagyok. Fú, az igen, az már válasz. Na de biztos csak viccelődött úgy, hogy megkérdezem, hogy na de akkor csak vicc... Nem vagy vicces? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hát én azt hiszem, újra gondolom most az egész életemet. Jó van srácok, szétlettünk rektelve, mint a rohadt élet, de most itt az ideje, hogy visszavágjunk. Számítógépes oltások. Azt hiszem megvan a legjobb. Akkora paraszt, hogy diszkóba is traktorral megy. Na most meglátjuk erre, mit fogsz lépni, Cleverbot. Itt most mindenek vége, most visszaoltjuk. Ezt nézzétek. Látod? Ezért nem szeretlek. Hát, azt hiszem kicsit túllőttünk a célon, srácok. Túlságosan megsértettük. Hát akkor hozzuk is helyre a dolgot. Tudod, hogy nem gondoltam. Komolyan. Na nézzük. Na jó, nem bírom ki, nem meggyáltok, mert rettentő szeretlek is, nagyon helyes vagy. Jöjjünk össze még egyszer. Srácok. Jó, hát tudom, nincs itt mit takargatni, de hát megbogyáltok,
Tehát ez nem ők megbogyáltok. És nagyon helyes, hogy jó, hát itt elpirulok. Hát elpirulok tényleg. Jöjjünk össze még egyszer, ilyen szól nekünk a Cleverbot. Hát igen, jobb helyeken ez csak így megy. Írsz neki egy oltást, és másnap már a barátnőd. Jó, hát egy kicsit azt hiszem összezavartuk. Akkor jöjjünk össze, és kacsintó smiley. Hát nem igazán. De te most mondtad, hogy igen. De tényleg, mik ezek a beszélgetések? Mondom, nem. De én meg most mondtam, hogy nem. Összezavarod magad. Jó, ha van a szerelmem. Akkor most mi legyen? Nem tudom. Na minden esetre, srácok, én azt hiszem, akkor le is zártam ezt a beszélgetést, megírtam, hogy megyek, kiporciózom a kertet. Úgyhogy akkor ez lett volna a mai videó, úgyhogy azért látjátok, ez ennyire egyszerűen működik, tanuljatok a profiktól, ehhez már nincs is mit hozzátennem. Egyszerűen csak megírod neki, hogy annyira paraszt, hogyha még a diszkóba is traktorra jársz, és már is szerelmes beléd. Minden esetre egyébként remélem élveztétek ezt a kis videót, hogyha esetleg nevettetek rajta, vagy szeretnétek még ilyen videókat, akkor nyugodtan jelezzétek egy lájkkal, hogyha esetleg még nem tettétek volna meg, akkor nyugodtan iratkozzatok fel, valamint nyomjátok meg azt a kis csengőikont is, hogy ne maradjatok le a videókról. Minden esetre legközelebb is találkozunk majd, addig is még, sziasztok!